Doktor úr, adódik a kérdés, hogy mindezekkel a feladatokkal, amelyeket így első hallásra is azért igen tetemes mennyiségű munka kell, hogy kövesse, hogyan tudja összeegyeztetni a házi orvoslást és annak a településnek az ellátását, amelynek a házi orvosaként dolgozik? Igen. Nagyon nagy segítségem van a Szabó Dezső főorvos úr személyében, aki, amikor én ezeket a tudományos útjaimat teszem, vagy vizsgára készülök, vagy éppen előadást tartok, akkor nagyon segítőkészen és tényleg minden privát programját félrerakva ellátja ezeket a teendőket. Én úgy érzem, és ezt meg is tudom mutatni, meg is fogom mutatni a gyakorlatban, hogy egyáltalán nem mond ellent egymásnak a két dolog, sőt, egy dolognak akkor van értelme, hogyha amit az ember megtanult, azt utána alkalmazza is. Ez olyan, mint a kilégzés és a belégzés. Ha folyamatosan belégzünk, akkor utána megfulladunk, hiába gyűjtök minél több adatot, kutatási eredményt és ismeretet össze, attól a világ még nem változik meg, hogy én ezokat tudom. Azokat alkalmazni kell a gyakorlatban, viszont ha folyamatosan csak kilégzünk, akkor már egy idő már nem lesz mit kilélegezni. Tehát magyarul, hogyha nem gyűjtünk be újabb ismereteket, akkor belefásulunk a munkába, nem leszünk olyan hatékonyak, mint amilyenek lehetnénk, hogyha újabb ismereteket is magunkhoz veszünk. És egyébként ez a gyakorlatban megmutatkozott, mert ebben a kis közösségben, ebben a közel 2000 fős közösségben is több ember köszönheti már nem nekem, hanem ennek a fajta tudománynak, szemléletnek az egészségét, és nem túlzunk, ha azt mondunk, hogy bizonyos esetekben az életét, mert nem is egy ember volt, akiről a hagyományos orvostudomány lemondott, vagy azt mondta, hogy nem képesek ezekkel a ismert módszerekkel meggyógyítani. Én gondolom, hogy azok, akik ezeknek a módszereknek a segítségével meggyógyultak, jobban vannak, tudják értékelni azt a munkásságot, amit ön folytat. Mi a tapasztalata, hogy általában a lakosság, általában a betegkör mennyire van tisztába azzal, hogy ön milyen munkásságot fejt ki, és mennyire megértőek ez ügyben? Nem beszéltem még erről szélesebb körben, tehát azok, akik tudnak róla és megkeresnek, mert bizonyos nagyon súlyos betegséget diagnosztizáltak náluk, és megkérdezik, hogy van-e esetleg még más lehetőségük arra, hogy meggyógyuljanak, vagy a kezelésüket tudjuk-e még megtámogatni más jellegű módszerekkel. Ők valószínűleg a környéken lakó barátaiktól, ismerőseiktől hallották, de az elmúlt évben itt a megyében is több mint 10 előadást tartottam, Veszprémben, itt Zánkán is, de megyén kívül is, tehát itt a Balaton felvidéken is, tehát valószínűleg azért valamilyen szinten ennek volt visszhangja, volt híre. És amit még nagyon fontosnak tartok, hogy a modern technika mire jó, még hát a Gyulával elkezdtük az egészségperceket 2 éve, és annyira sok és jó visszajelzést kaptunk, hogy elhatároztuk, hogy ebben az évben is folytatjuk, mert itt sokkal több emberhez tudunk eljutni. Mert amíg én a rendelőben úgy, mint most önnel beszélgetünk, addig azt csak ketten halljuk. De amikor egy Zánka TV, amely itt a környéken most már mindenhol fogható, egy ilyen műsort sugároz, akkor egyszerre több százan képesek ezt az információt meghallani, és több százan figyelhetnek fel dolgokra, és több száz ember tudunk megérinteni egyszerre. Ez az, ami mondjuk 100 éve még nem volt lehetséges. Akkor össze kellett hívni az embereket, és ha valaki nem volt ott, az otthonában nem tudta ezeket végighallgatni. És most azok is, akik esetleg úgy gondolják, hogy nincs mit tenniük az egészségükért, és otthon nézik a televíziót, azok is utána rádöbbennek, hogy lehet, hogy mégiscsak van még mit pluszban tenniük azért, hogy egészségesek maradjanak. Ahogy így hallgatom meg, ahogy utána néztem a munkásságának, tulajdonképpen ebben a mai világban egy nagyon-nagyon praktikus kérdés is fölmerül, amelynek valószínűleg nem csak praktikus magyarázat lesz majd a magyarázata, a válasz nem csak praktikus magyarázatból áll majd. Nevezetesen ön a eddigi eredményeivel, a felkészültségével, szakmai gyakorlatával, szakmai sikereivel, nemzetközi kapcsolataival a világ nagyon sok részén, ha nem bármely részén boldogulna, és hát teljesen egyértelmű, hogy százszor jobban és százszor gondtalanabbul élhetne, mint itt.
Mi tartja önt Zánkán, mi tartja önt Magyarországon? Hát nem árulok el titkot, hogyha azt mondom, hogy nincsen olyan hét, hogy fejvadász cégektől ne kapnék ajánlatot, hogy menjek Angliába, Írországba, Svédországba, Norvégiába dolgozni, körülbelül 10-szer ennyi pénzért. De egyrészt én nem akarom elhagyni az országot, itt szeretnék dolgozni, és Magyarországon belül is bárhol, amikor én Debrecenből eljöttem, ott is ajánlottak fel házorvosi praxist, tehát ott is praktizálhattam volna, de az én szívemhez közel áll ez a táj. Ez nekem érzelmileg is befolyásoló tényező. Nagyon szeretem a Balatonfelvidéket, nagyon szeretem az itteni milliót, és szeretek itt lakni. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez az egyik oka, és a másik pedig, hogy Magyarország elég nagy bajban van. Mert ha az egészségügyi statisztikákat megnézzük, akkor például tüdőrák és vastagbélrák tekintetében a halálozás vonatkozásában világelsők vagyunk. Mert ha most sarkosan akarnék fogalmazni, akkor azt mondanám, hogy ha valaki vastagbélrákot akarna kapni, akkor ide kell költözni Magyarországra, és úgy élni, mint egy átlag magyar, és akkor előbb-utóbb kialakul nagy valószínűséggel a vastagbélrák. Az, hogy ez nem úgymond egy véletlen következmény, hogy valaki rákos lesz, és nem genetikailag tőlünk független körülmények által meghatározott, ez azt bizonyítja, hogy a most már felismert legközelebbi rokonaink, a hunzák, hunok, hunzák, ők a fehér hunok, akik ott maradtak a mostani Pakisztán területen, a Karakórumban, ők a világ egyik legtovább élő népcsoportja. 90-95 évesek is még dolgoznak, nagyon sok 100 év fölötti van, és a genetikánk az nagyon hasonló. Viszont ők teljesen más életmódot, életvitelt folytatnak. Hangsúlyozom, életvitel, tehát nem csak a táplálkozásról van szó, hanem nagyon sokat vannak a szabad levegőn, mozognak, közösségi életet élnek, lelki egyensúlyban vannak. Ez pedig azt eredményezi, hogy ők pedig vezetik a világ ranglistát, nem úgy, ahogy mi. Tehát nekünk is megvan az adottságunk, a potenciális lehetőségünk, csak a hagyományaink és az ebéli tudatlanság vezet oda, hogy ilyen rosszak a statisztikák. Mert hol hallunk mi fizetett hirdetéseket, vagy több 10 millió forinton megvett reklámokat arról, hogy hogyan maradjunk egészségesek, vagy mit csináljunk ahhoz, hogy meggyógyunk bizonyos betegségekből. Az ellenkezőjét naponta több száz percen keresztül sugároz a televízió, hogy ezt vegyünk, azt vegyünk, ezt ígyünk, azt együnk, de ezek nem az egészségünket szolgálják. Tehát igazából senkinek nem áll érdekében minket felvilágosítani arról, hogy rossz úton járunk, és az a fajta életvitel, amit folytatunk, az előbb-utóbb betegségbe fog torkolni. Végül is onnan jutott el ön ide, hogy elég nagy bajban van ez az ország, és akkor végül is úgy értelmezem a válaszát, hogy elég nagy bajban van ez az ország, ha ön a fölkészültségével, tudásával tud valamit segíteni, akkor miért ne itthon segítse? Én azt gondolom, hogy azt kívánhatjuk, hogy bárha minél több ifjú szakember mondaná ezt, és érezné ezt, amit ön, és részünkről pedig csak azt hiszem, azt lehet összegzésül elmondani, hogy örülhetünk annak, hogy egy ilyen ifjú szakember itt a közelünkben él és dolgozik a saját szakterületéért, az országért, és értünk is. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen.